Milliárdos fejlesztések indulnak Karcagon, farsangoztak a Jókai úti óvodában, folyamatosan fejlődik Kunhegyes, párnával ölhette meg élettársát. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 9-én 18 óra 5 perckor. A következő hónapokban milliárdos beruházások indulnak az Erzsébet-ligetben. Mivel párhuzamosan több beruházás is indul, Szepesi Tibor polgármester helyszíni bejárásra hívta az összes érintett kivitelezőt és a hivatal szakembereit is. Nagyon sok projekt fog megvalósulni, egyszerre elkezdődni, minden pályázatnak megvan már a kivitelezője, kiválasztották a közbeszerzési eljárás keretében. Az egész terület itt teljesen megújulást kap, hogy úgy mondjam. Nagyon sok projekt futott össze, nagyon sok projekt megvalósulása fog egyszerre elkezdődni. Ahogy itt a mellettem lévő vállalkozók, akiket egyébként összehívtunk, hiszen minden pályázatnak megvan most már a kivitelezője, kiválasztottuk közbeszerzési eljárás keretében, hogy ki az, aki meg fogja valósítani ezeket a projekteket. De azért kértük ezt a mai megbeszélést, hogy az indulásról, a menet közbeni egyeztetésekről, a munkafolyamatok összehangolásáról ők tudjanak elsősorban megegyezni. Hiszen mindenkinek kell bejáratot biztosítani, mindenkinek biztosítani kell azt, hogy a munkaterületét azokkal az eszközökkel, azokkal az építőanyagokkal biztonságosan meg tudja közelíteni, és hát természetesen maga a kivitelező sem akadályozhatja az egyik beruházás építése. Nyilván folyamatosan kell majd együttműködniük, de mindig az első megbeszélés az a legfontosabb. Ugye itt a hátam mögött már látszik a Rónai Malom építése, az folyamatban van, hiszen ez egy olyan közösségi tér kerül itt majd kialakításra, ami az egész liget projektet, hogy úgy mondjam, az Erzsébet liget teljes megújulását fogja szolgálni. Ugye sokszor beszéltünk, hogy a mögötte lesz egy bemutatóház, egy levegő minőségjavító interaktív ház, az úgynevezett light ház, illetve lesznek még olyan további projektelemek, amelyeknek ugye ma kell dönteni arról, hogy hogyan megépült már a pumpapálya, de mellette lesz egy játszótér. Ugye mellette kerül kialakításra az a pihenőpark, amely egy óriási projekt keretében elsősorban földmunkákat fogja jelenteni, kertészeti munkákat, hiszen rengeteg fásítás lesz ezen a területen. Ugye az itt vadon növő fágat fogjuk gyönyörű parkosítás keretében megújítani. És hát nyilván a zászlós hajója ennek az egész Erzsébet liget projektnek maga a milánói pavilon megépítése, hiszen a napokban az is el fog kezdődni. Így együtt lesz majd egy olyan óriási beruházás, amely az egész területnek egyfajta megújuláshoz, és egy olyan színfoltja lesz a városnak, amely azt gondolom, hogy egyedülálló lesz. Ha ezt hozzáveszünk azt, hogy a ligetúti sporttelep is egy komplett felújításon, egy teljes átalakításon fog átesni, akkor bizony láthatjuk azt, hogy az a 6-7 projekt, ami itt összefut, az nem kis feladat lesz koordinálni a kivitelezését a következő időszakban. A ligetúti sporttelep is komplett felújításon esik át, így ez a 6-7 projekt kivitelezése nem kis feladat lesz koordinálni a következő időszakban, vélte a városvezető, aki szólt arról is, hogy ez a több mint 10 milliárd forintos beruházást jó részt Európai Uniós forráspályázaton, top pluszos forrásokon keresztül valósul meg. Nagy része Európai Uniós forráspályázaton keresztül, tehát a top és a top pluszos forrásokon keresztül, de például a ligetúti sporttelep megújítása az egyértelműen a kormányzati támogatás, amelyet azt gondolom, hogy ezúton is szeretnénk megköszönni a magyar kormánynak. Természetes, hogy azok az előkészítő munkálatok, itt elsősorban a földmunkákra, a terepmunkálatokra gondolunk, azok önkormányzati feladatként valósultak és valósulnak meg majd. A perhuzamosan induló projektek 2024 végére valósulnak meg. Én nagyon bízom abban, hogy ha sikerül megegyezni, és mindenki párhuzamosan egymás mellett tudja folytatni ezeket a munkálatokat, akkor 2024 végére olyan állapotba fogunk kerülni, hogy minden projektelem áthatható lesz, használható lesz, és természetesen minden érdeklődő használhatja majd az itt kivitelezésre kerülő feladatokat, projektelemeket, parkot, játszóteret, pumpapályát, sportpályát, tehát nagyon-nagyon sok minden meg fog újulni.
vélhetően 2024 végére. Karcagnak egy olyan égköve lesz a ligetben, amely hosszú időre meghatározza a turizmust, az egész város arculatát. Eddig is nagyon nagy átalakuláson ment keresztül, már az előkészületekből lehet látni, hogy nem egy kis pályázat, nem egy kis pályázatokról van szó, nem egy olyan kivitelezésről, ami 1-2 négyzetmétert jelent, hanem azért hektáros területekről beszélünk, óriási épületekről, óriási térről, parkokról és a hozzá kapcsolódó egyéb feladatokról, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy Karcagnak egy olyan égköve lesz, amely hosszú időre meghatározza majd a turizmusunkat és természetesen az egész város arculatát. F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője is megnézte a beruházások helyszínét. Én ahhoz a karcagi generációhoz tartozok, amelyik látta a régi, akár a 40 évvel ezelőtti Erzsébet ligetet is, hiszen itt voltak a majálisok, itt voltak a rendezvények, akár még egy kresszpark is volt, pingpong asztalokkal, és itt volt a volántelep. És aki talán 2-3 év múlva fogja látni, akkor a városnak egy teljesen megújult részét fogja látni, hiszen sport, szabadidő komplexum épül itt az egész térségben. Több egymást támogató, egymáshoz kapcsolódó beruházás, ami egy nagyon fontos dolog, hogy összehangoltan épüljön meg, hiszen több beruházás fog egyszerre megvalósulni, és hát amikor majd kész lesz, akkor válik egy igazából komplex szabadidő központtá egy olyan város részé, ami nem csak a karcagiaknak, hanem a karcagra látogatóknak is örömet fog okozni. Ha kész lesz, igazából komplex szabadidő központtá válik ez a város rész, amely nem csak a karcagiaknak, hanem a karcagra látogatóknak is örömet fog okozni, vélte a politikus, aki szerint fontos, hogy megmenti a város a római malmot is. Nem csak az az érték, hogyha vadonatújat építünk, hanem az is, hogyha valami régi és értékes, azokat meg tudjuk menteni. És Karcag ebből a szempontból élen jár, hiszen a hagyományokat, a régi értékeket megmenti, de nem fél attól, hogy újakat vagy még szebbet építsen. Tehát amit meg lehet menteni a régből, azt meg kell, az újat pedig fel kell építeni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen bele fog illeni a Rónai Malomnak az épülete és itt ebbe az egységbe, hiszen megtaláltuk neki a funkciót, az önkormányzat megtalálta neki a funkciót, és így fennmaradhat továbbra is. A Liget projekt idegenforgalmi szempontból is fontos, hiszen majd, ha a karcagi vagy az ide látogató fiatalok idősebbek kijönnek ide, vagy a strandra, a sportpályára, akkor itt mindenki talál kikapcsolódási lehetőséget majd, hangsúlyozta F. Kovács Sándor. Különösen várt esemény a Jókai úti ovis gyermekek életében a farsangi időszak. A gyerekekkel a farsangi népszokásokat elevenítették fel. Helyet kaptak a népi gyermekjátékok körjátékok, csúfolódók és kedvelt játék volt a gyermekek számára az állatalakoskodás. A hagyományápolás, a hagyományok átörökítése az nagyon fontos a pedagógiai programunk területén. Igénylik a gyermekek, igénylik a szülők. Sajnos szülők nem tudnak részt venni ebben az évben sem, mint a tavalyi évben, ezen a rendezvényünkön sem, de nagyon odafigyelünk arra, hogy minden óvodában történő eseményről hitelesen tájékoztassuk őket az óvodánk zárt Facebook csoportján. Fotókkal, rövid kis videókkal szoktuk tájékoztatni a szülőket. Az elmúlt időszakokban, amikor még szülők részvételével tudtuk megrendezni a farsangot, akkor hagyományőrző kis műsorokat készítettünk a gyerekekkel, felkészítettük őket rá, azután átöltöztek a kis jelmezükbe, és egy jelmezes bált is rendeztünk. Így, hogy a szülők nem látogathatják a rendezvényt, így a mindennapokban adjuk át azokat az ismereteket a gyermekeinknek, ami a hagyományőrzéssel, eleink hagyományőrző tevékenységével megismertetjük őket, és a farsangi rendezvényünkön vicces, vidám játékokkal szeretnénk a gyerekeket meglepni, illetve azzal a jelmezes bállal, amit minden évben megtartunk, most is megfogunk, kis versikéket tanulnak a gyerekek a jelmezekhez, bemutatkoznak, örülünk egymás szépségének, a gyerekek nagyon-nagyon várják ezt a napot, és hát majd tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy ez hogyan sikerült.
A gyermekek játékos módon szereztek tapasztalatokat a hagyományokból. Hát kinti programjaink most is vannak, bár óvodánk adottságai sajnos nem nagyon alkalmasak arra, hogy nagy területet járhassunk be esős idő esetén a sár miatt, de a madarakat etetése folyamatosan történik november óta. A gyerekekkel együtt töltjük a madáretetőket, a csoportszoba ablakából figyeljük az éppen csipegető kis madarainkat. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, nagyon sok madárfajtát meg tudnak már nevezni, és tulajdonképpen ez mindennapos tevékenység, hát egészen márciusig ez folyamatosan megvalósul. Minden évben megrendezzük a Legyen neked is konyhakerted rendezvényt. Hát ugye a pandémia miatt a szülők bevonása tavaly sem történhetett meg. Az idén egy tájékoztató videó feltöltésével szeretnénk ismereteket adni a szülők számára. A gyerekekkel ugyanúgy elvetjük a kis magvacskáinkat, ugyanúgy öntözgetjük, ugyanúgy nevelgetjük, hogy tavasszal, amikor a jó idő már engedi, kiültethessük a konyhakertünkbe. A közös játék során új ismereteket, tapasztalatokat szerezhettek a gyermekek, szókincsük bővült. Projektrendszerű feldolgozásban adjuk át azokat az ismereteket a gyermekeinknek, amit előír a pedagógiai programunk, folyamatosan egymásra épülő tevékenységtartalmakkal. Korcsoportonként tervezünk, de egyéni fejlettségi szint alapján valósítjuk meg a tervezett tevékenységeket. Ez azt jelenti, hogy ügyesebb, jobb képességű középsős gyerekek van, hogy megoldják a nagyoknak szánt feladatokat is, és sajnos vannak olyan gyermekek is, akiknek a felzárkózás az, ami a legfontosabb terület. A sajnos nem úgy gondoltam, hogy mi ezt sajnáljuk, mert a munkánk természetes része. Csak így oszlik meg. Van a tehetséggondozás, van a hátránykompenzáció, és mindenkit a saját képességei szerint fejlesztünk. 9 gyermekünk megy el iskolába. Természetesen az ő felkészítésük az iskolai életre egy folyamatos munkát jelent számunkra. Mindennapi tevékenységekbe fejlesztjük őket, és készítjük fel az iskola nem olyan könnyű életére. Ezen kívül 2 tehetségfejlesztő műhely is működik az óvodánkban. A Dalinda, ez egy énekzenei képességfejlesztő tevékenységet foglal magában. Az énekzene területén kiemelkedő tehetségű gyermekeket foglalkoztatja Domokos Csilla kolléganőm tehetségfejlesztés területén, illetve logikai-matematikai tehetségfejlesztő műhelyt Seresné Bődi Viktória kolléganőm tartja a gyermekeknek, mindenféle vizsgálódással, nagyon érdekes, figyelemfelkeltő és nagyon-nagyon sok ismeretet, mélyítő tudást ad át a gyerekeknek. És legfőképpen tanköteles korú gyermekek járnak ezekre a foglalkozásokra. Az átélt élmények hatására még napokig játszották a gyermekek szabadjátékukban. Több milliárd forint értékű beruházások valósultak meg az utóbbi években Kunhegyesen. Több milliárd forint értékű beruházás valósult meg az utóbbi években Kunhegyesen. A teljesség igénye nélkül megújult a református templom, a városháza, az ápolási osztály, az általános iskola és a turisztikai szempontból értékes komlósi féle szélmalom. Azonban a legjelentősebb a települést kettészelő Kakat érmedrének és környékének rendbetétele, amely igazi városi jelleget ad a településnek. A fentiek sorát pedig a napokban átadott 200 millió forint támogatásból épült, korszerű bölcsőde is gyarapítja. Párnával ölhette meg karcagi élettársát, több év börtön várhat a férfira. Karcagi otthonukban megölte, majd Felső Lajos közelében elásta élettársát egy most 33 esztendős férfi. A történtek után 2 kiskorú gyermek maradt árván. A szolnoki törvényszéken zajló bizonyítási eljárás a befejezéséhez közeledik. A pénteki tárgyaláson azt vizsgálta dr. Pongrácz Zsolt bíró, hogy az ügyészség szerinti szándékos vagy a védelem által hangoztatott véletlenszerű volt-e az emberölés. Tavaly január 5-én délelőtt letért az úttestről, árokba hajtott, és egy betonoszlopnak ütközött egy személyautó az 5-ös számú főút 82-es kilométerénél Kecskemét térségében.
A sofőrt feszítővágó segítségével szabadították ki a járműből. Nem sokkal később kiderült, a sofőrt a rendőrség már kereste, mert őt gyanúsították meg azzal, hogy 2020. december 22-én délelőtt Karcagon meggyilkolta, majd Felső Lajos közelében elásta élettársát. A pénteki tárgyaláson az elhunyt édesanyját, illetve testvérét hallgatta ki tanúként dr. Pongrácz bíró. Mint a vallomásokból kiderült, a vádlott és áldozata korábban egy párt alkottak. Kapcsolatukból született egy gyermek, míg a nőnek korábbról volt egy nagyobbacska fia is. A fiatal asszonyka egy idő után elhidegült párjától, szakítani akart vele. A férfi azonban folytatta volna kapcsolatukat. Volt, hogy a férfi felsőlajosi házában, volt, hogy a nő édesanyjánál egy karcagi házban éltek. A 2020-as években már sokat veszekedtek. A férfi szeptember 13-án Karcagról visszaköltözött Felső Lajosra, de folyamatosan az újrakezdéssel zargatta élettársát. December 21-én ezt írt a párja húgának: nem fogok Karcagra menni karácsonykor, mert nem akarom megölni. De mégis megjelent, és este ott is aludt az anyósáéknál. A tanúvallomások szerint december 22-én délelőtt egy takaróval lefedve alvó állapotban még látni vélték a fiatal nőt, de délutára már eltűnt. A férfi szerint ismeretlen helyre távozott, aztán ő is felszívódott. Mint a vádlotti beismerő vallomása alapján kiderült, párjával veszekedett, az rátámadt, ő pedig védekezésből a nyakánál fogva az ágyra rántotta le a nőt, aki ezután már nem is adott életjelet magáról. Szerinte teljesen véletlenszerű volt a cselekménye. A tárgyalásra beidézett orvosszakértők szerint azonban nem a vádlott elmondása szerint állhatott be a halál. A boncoláskor fény derült arra, hogy valószínűsíthetően egy párnával folytották meg a sértettet. A szakértők szavai súlyos éveket jelenthetnek a férfi büntetése szempontjából. A bizonyítási eljárás áprilisban folytatódik, ezen a tárgyaláson egy további tanú meghallgatása után várhatóan elhangzanak a perbeszédek, és akár az elsőfokú ítéletre is sor kerülhet. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!